keleti pályaudvar csarnokában a Hegyeshalom felé induló vonatokra váró szírmenekültekkel beszélgetve arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon ők hogyan látják a helyzetüket. Miért éppen Németországba akarnak utazni, és miért éppen most? Hogy milyen reményekkel keltek útra, és ha lehetne, visszatérnének-e Szíriába. Szemír, aki testvérével és kislányával a több száz emberből álló sor végén várakozott, Aleppo környékéről jött. Gyermekei és családja jövője érdekében döntött úgy, hogy elmenekült. Németországban nem elsősorban az anyagi jólét érdekében akar utazni, hanem mert egy humánusabb társadalomba vágyik. Arra, hogy dolgozhasson és békében élhessen a családjával. Sok hozzájuk közel állót veszítettek el a háborúban, mondta a gyermekeivel, feleségével és testvéreivel menekülő Szír Borbé. Nem a pénz az érdekes, hanem a biztonság. Azelőtt Szíria biztonságos volt, de mióta elkezdődött a háború, nem az. Az ember félti magát, a családját, a barátait. Nagyon sok számunkra kedves embert veszítettünk el. Nem hagytak neki semmit. Ha béke lenne, visszamenne, de pillanatnyilag ez lehetetlen. A kislányát karjában tartó bátyja elmondta, hogy az állandó robbantások lehetetlenné tették az életüket. A kialakult helyzetért szerintük az iszlám állam és a szír kormány egyformán felelős. Egyik szörnyebb és könyörtelenebb, mint a másik, akár egy kétarcú szörnyeteg. Másfél éve egyre többen menekülnek az Assad rendszertől és az iszlám államtól. Szemír egyik rokonát meggyilkolták az iszlamisták, mert nem volt hajlandó csatlakozni hozzájuk. Az unokatestvéremet két nappal ezelőtt kivégezték. Azt mondják, aki nincs velük, az ellenük van. Ha nem jössz velünk, akkor ellenünk vagy. Nem ment velük. Kivégezték. Hogy lehetne ilyen körülmények közt ott élni? Szemír soha azelőtt nem foglalkozott politikával, és most is csak három gyermeke jövőjére gondol. Ahogy a menekültek jelentős része, ő sem egyenesen Szíriából indult útnak. 10 nappal ezelőtt hagyták el Jordániát, ahol már évek óta dolgozott, mint Borbé, és ahová családját is átmenekítette, miután az aleppói Borbé üzletüket lebombázták. De nem akart Jordániában maradni, hiszen miután majdnem mindenki elment már, akit ismert, teljesen egyedül maradtak. Mohlis, a damaszkuszi villanyszerelő és családja a néhány évvel ezelőttig még a palesztin menekülteket befogadó Rukneddin negyedből jöttek, és szintén Németországba tartanak. A háború és a rombolás elől menekülnek, mert elvesztették a reményt, hogy a helyzet megoldódhat. Németországba a béke és a biztonság reményében indultak. 5 éve élnek állandó rettegésben Bashar al-Assad bombáidól, amelyek a civileket célozzák. Tanulási lehetőséget és munkát szeretnének, de ha lehetne, azonnal hazamennének. Ha Isten is úgy akarná, bárcsak visszamehetnénk. Ha béke lenne, ha azt mondanák, nem lőnek ránk többet, most rögtön visszamennénk Szíriába. Mi nem Szíriából menekülünk, a háborútól menekülünk. Törökországból Magyarországig az út nekik is 10 napot tartott, aminek a legnehezebb része a Görögországba való tengeri átkelés volt, és amit nem élt túl mindenki. Egy fiatal ember, aki hallotta a beszélgetésünket, utánunk jött, hogy elmondja, nem anyagi segítséget, nem adományokat várnak, csak egy jobb életben reménykednek. Nem a pénz a motivációnk, azért jöttünk el, hogy jobb életünk legyen, és hogy tanulhassunk. Ez minden. A Szíria különböző városaiból érkezett 4 fiatalember, akik vonatjeggyel a kezükben már a peronon várták 2 társukat, akik a sor végén rekedtek, szintén törökországi menekült táborokat elhagyva keltek útra, ahol elmondásuk szerint annyi a menekült, hogy teljesen kizárt, hogy bármiféle munkát találjanak. Egyikük az iraki határ közelében fekvő, az iszlám által megszállt Deir ez-Zor városából érkezett, ahonnan gyerekeit és feleségét hátrahagyva menekült az iszlamistáktól, attól való félelmében, hogy csatlakozásra kényszerítik vagy kivégzik akár Szemír unokatestvérét. Felesége és gyermekei ott maradtak, és nem hagyják el a házat. Így védekeznek ellenük. Szerintük elsősorban a szír kormánya felelős a kialakult helyzetért, ugyanakkor Amerikát és Oroszországot is hibáztatják. A menekültek mindannyian a különféle hatalmak gazdasági érdekeinek áldozatai, melyek az emberi életnek semmi értéket nem tulajdonítanak. Ez alól az embercsempészek sem képeznek kivételt. Hogy Törökországból ide érjünk? Hát persze, sokat fizettünk.
Azért, hogy Törökországból átjussunk Görögországba, fejenként 1200 eurót fizettünk. Persze nem legálisan. Itt mindenki menekült. Nincs egy ember, aki legálisan jött volna át. Már évek óta tervezik, hogy Európába meneküljenek, de közben várták, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Ugyanakkor mindennapos, hogy egy ismerősük, családtagjuk életét veszti a háborúban. Kérdésünkre, hogyha lehetne visszamennének-e Szíriába, mindazt felelték, nem, soha. A fiatalok szerint elsősorban a gyerekek miatt nincs más megoldás, mint a migráció. Ha nincs lehetőségük tanulni, nincs étel, nincs víz, nincs áram, miféle felnőttek lesznek? Milyen kultúrát sajátítanak majd el? A négy politikai szempontból sokkal öntudatosabb, dühös fiatalember, bár nagyon különbözőnek tűntek a két családtól, akikkel előzőleg beszélgettünk, Németországtól ők is ugyanazt remélik. Igazságosabb és kulturáltabb bánásmódot, és azt, hogy ne kelljen többé félelemben élniük. A nyelvi nehézségek és a nem megfelelő tájékoztatás miatt gyakran félreértések adódnak a rendőrség és a menekültek között. A keleti hangos bemondóját továbbra is csak magyarul közli az induló vonatok úti célját, míg arabul egyetlen tolmácsnő igyekszik túlkiabálni a több száz emberből álló tömeget. A megfelelőtlen tájékoztatásnak tudható be az is, hogy a menekültek körében különféle elméletek és tévhitek keringenek arról, hogy a magyar állam miért nem akarta tovább engedni őket, anélkül, hogy új lenyomatot vettek volna tőlük. Az egyik fiatalember például, aki társaival együtt megpróbálta elkerülni, hogy Magyarországon regisztrálják őket, kamerán kívül elmondta, hogy szerinte azért, mert minden egyes szír állampolgár új lenyomatáért a magyar állam 4000 eurót.